Október 4-én pénteken megtartotta alakuló ülését a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés. A legutóbbi választáson 25 mandátumot osztottak ki, ebből 17-et a Fidesz-KDNP színeiben indulók kaptak. Mellettük négy Mi Hazánk, két Összefogás megyénkért és két DK-s képviselő vitatja meg az aktuális ügyeket. Az alakuló ülésen 23-an jelentek meg, így határozatképes volt a közgyűlés. Az egyik legfontosabb napirendi pont az elnök megválasztása volt. A címet ismét Sesták Oszkárnak szavazták meg 18 igennel, aki így az országban a legrégebb óta hivatalban lévő közgyűlési elnök. Ez egyfajta elismerés, talán a munkámnak szerintelenség nélkül talán azt mondhatom. Ugyanakkor viszont az a feladat, hogy újult erővel végezem azt a munkát, amit eddig is végeztem. A rutin az nagy veszélye ennek a munkának, mint minden munkának. Tehát nem szabad rutinból végezni, viszont a tapasztalat talán olyan értéket jelent, amivel újabb lendületet tudunk venni. Van elrugaszkodási pontunk, erről is szólt egy napirend, egy önálló napirenden. Készültünk arról, hogy mik a következő évre, évekre, következő évre a feladatunk, hogy azt a fejlődési hívet, amit eddig bejárt a vármegye. Hát most elsősorban uniós forrásoknak köszönhetően, és ráadásul a vármegye egy uniós forrást kezel, ez a bizonyos top és top plusz, tehát a mi közvetlen feladatunk, hogy ezt megfelelően koordináljuk és megfelelő fejlesztéseket indítsunk el egy tervezési folyamaton keresztül. Megválasztották a vármegyei közgyűlés alelnökeit is, 17 igen szavazattal Baracsi Endre és Gál Zoltán kapta meg a címet a következő 5 évre. Ez egy hatalmas megtiszteltetés, és köszönöm szépen a bizalmat mindenkinek, aki támogatott akár jelölésben, akár szavazatával. Én úgy gondolom, hogy annak a munkának, amelyet végeztünk, és ez egy közös munka volt, hiszen itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében valóban értékalapon igyekeztük végezni a munkánkat, és ez nem csak egy jelző, hanem valóban igyekeztünk azokra az értékekre, azokra arra az örökségre alapozni, akár a közgyűlési munkában, akár a napi munkában, akár mondjuk éppen az értéktárral kapcsolatos teendőinkben, amelyek valóban egy erős alapot adnak nekünk, és mi ezt a munkát szeretnénk folytatni, jó magam is azt az örökséget szeretném a talapzatul állítani a saját teendőim elé, amelyre úgy gondolom, hogy méltán és büszkén kell támaszkodnunk. Mint vármegyei alelnök szeretném mindenféleképpen a megyét előre vinni. A közgyűlésnek lesznek új feladatai is, hiszen 2030-ra a vármegye elérheti azt a fejlesztési szintet, ahol már nem biztos, hogy az Európai Unió kohéziós forrásaira is pályázhat. Közvetlen brüsszeli forrásokra viszont igen, ezért a következő évek feladata ezekre a pályázati lehetőségekre felkészülni. Ebben a Területfejlesztési Minisztérium fog segíteni. Az új kihívásokhoz jó alapot fog adni a Top Plus pályázatok terén mutatott hatékonyság. A közgyűlésen elhangzott, minden tizedik támogatási forint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe érkezik. Büszkén mondhatom, hogy a vármegye valamennyi településére jutott fejlesztési forrás, és ez azért valósulhat így meg, mert a nagyon jó a koordinációs funkció a vármegyében, tehát a közgyűlés jól végzi a stratégiai alkotási feladatát, és olyan szakmai dokumentumok alapján történnek a fejlesztések, és a pályázati folyamat elején olyan megalapozó dokumentumokat tudnak készíteni, amelyek után már könnyebb a végrehajtás is. Ez az alapja. Az újonnan megalakult közgyűlés legközelebb, november elején ülésezik majd.